1955. szeptember 1-én léptem át a Budafoki Borászati Technikumnak a küszöbét, és így most már 67-68 év távlatából megállapíthatom, hogy az egy nagyon jó időben és nagyon jó helyen történt szerencsés lépés volt, és meghatározta tulajdonképpen az egész életutamot. A budafoki technikum elvégzése után azonnal jelentkeztem a kertészeti főiskolára, ami aztán menet közben kertészeti egyetem lett. Majd ott 1965-ben megkaptam a diplomámat, és ugyancsak borászatból írtam a doktori diszertációmat 1976-ban, és védtem meg, és a doktor Kálai Miklós professzor javaslatára 2004-ben tiszteletbeli egyetemi docensé neveztek ki. Úgyhogy gyakorlatilag minden, amit elértem, akár szakmai, akár a tudományos életben, vagy az érdekvédelemben, az mind a szőlőborászathoz kapcsolódott, és ez mind Budafokról indult. A Budafoki technikum annak idején szerintem az élelmiszeripari technikumok közül az egyik legrangosabb technikum volt. Mi akkor az Élelmiszeripari Minisztériumhoz tartoztunk, és összesen nyolc technikum tartozott az Élelmiszeripari Minisztériumhoz. De hát nem véletlen, hogy mi a budafoki technikumot tartottuk a legrangosabbnak. Rendkívül nem csak tanított, hanem oktatott és nevelt is. Egy 1901-ben létesült technikumról beszélünk, ahol egy Gyakorló tanári kar és nevelő testület nevelte a gyerekeket, és nem csak a, a, nem csak a szakmára, hanem emberségre, becsületre, tisztességre, és tulajdonképpen az emberi együttélés, a, a kulturált emberi együttélés mindenféle lehetőségére. Olyan előse fordulhatott annak idején, hogyha egy elsős és egy másodikos együtt álltak az ajtóban, hogy ne az elsős nyitotta volna ki a másodikosnak az ajtót. Vagy hogyha ö, lementünk ebédelni, és még nem volt ott a nyolc személy az asztalnál, az a nyolc, aki odaszokott, addig nem, nem ült le senki. mind megvártuk a nyolcadikat, és utána ültünk le. Vagy az utcán, ha találkoztunk negyedikesekkel, harmadikosokkal, mindig a kisebbek köszöntek. És ez tulajdonképpen végigment az ember egész életén. Tehát ez, ez egy stílus kinevelése is volt, rendkívül jó tanári karunk volt. Azt gondolom, hogy nem csak technikumi szintű, hanem akár főiskolai szintű tevékenységet is elláthattak volna egy pár nevet megemlítenék, a Mertz vagy a Gazdag Laci bácsi, vagy a Kulcsár András régi nevek, Békefi Gusztáv volt akkor az igazgató, vagy a doktor Szűcs Aurél bácsi, ő tanította a borászatot, vagy a Szabó István, de még a torna tanárunk is, a Nádai Pál is olyan volt, aki előző évben megnyerte az országos cselgáns bajnokságot. Ő volt egyébként az első, első magyar cselgáns bajnok de akiről külön szeretnék megemlékezni, az a Kisvárdai Évi néni volt a, a magyar tanárunk, aki nem csak a magyart és a nyelvtant szeretette meg velünk, de miután minden hónapban kétszer kötelezően kellett menni színházba, amit ő intézett, ezért aztán a művészetek területén, és nemcsak a színművészetek területén, hanem kiállításokra kellett járni. Tehát olyan indítást kaptunk, és miután Budapesten volt ez a, ez, a, vagy van ez a középiskola, a, az ország szívében valóban úgy kerültünk ki négy év után, hogy hát gyakorlatilag nem csak a szakmát tudtuk, hanem hanem a, a közművelődésben is nagyon előre léptünk. Már az elsőben elvittek bennünket a tanáraink egyébként a szőlészeti és borászati kutatóintézetbe, ahol olyan nevekkel találkoztunk, mint a Pálinkás Gyulabácsi, aki az első borászati zsebkönyvet írta meg, és az egész Magyar Szőlő- és Borgazdaság számokban a fejében volt, vagy a Prehoda Józsi bácsi, aki technológus volt, ásványákos, Ferenci Sándor, aki a kémia könyveket írta és ezek mind európai hírű szakemberek voltak, a tanulmányai, kísérleteik, eredményeik megjelentek a francia, a német, olasz szaklapokban is. Tehát úgy gondolom, hogy a magyar szörnyezet és borászati tudomány abban az időben nemzetközi szinten lényegesen magasabban a jegyzet volt, mint ahogy, ahogy ma a nemzetközi szinten jegyezve vagyunk. A technikum maga olyan képzést adott a négy év alatt, ahol egy rendkívül jó óra volt. Minden héten egy nap teljes nap gyakorlatunk volt, délelőtt pince gyakorlat, délután pedig laboratóriumi gyakorlat, és amit a szakmában tudni kell technológiából, a pincében, a hordómosástól kezdve a legbonyolultabb, akkori legbonyolultabb, mondjuk kovafelszűrő összeállításig, vagy pedig a laboratóriumban tényleg a legkomplikáltabb borászati vizsgálatokig mindent elsajátítottunk, és, és nyugodtan merem állítani, hogy aki innen kikerült négy év után, az bármilyen borászati üzemben legyen az akár ezer hektós, tízezer vagy akár százezer hektós borászati üzem, hozzá mert nyúlni a technológiai folyamatokhoz és irányítói feladatot tudott elvállalni. Hát akkor abban az évben csak én mentem a főiskolára az osztályból, a többiek elkezdtek dolgozni a gyakorlati életben, és mindegyik tulajdonképpen megállta a helyét, és akárhová került nagyon jó tevékenységet tudott folytatni. Hát a saját életutamról annyit, hogy én az egyetem elvégzése után egy állami gazdaság borászatához kerültem, ez a hosszú hegyi állami gazdaság volt, aminek aztán a borászati igazgatója lettem, és 300 ezer hektoliter bort készítettünk évente. Ez azt jelenti, hogy olyan 35-40 millió palackot palackoztunk le, és hát ez az országban a harmadik, negyedik legnagyobb palackozó kapacitás volt, amit itt az előző kollégám elmesélt, a mostani egyik legnagyobb vállalkozás olyan 10-15 millió palacknál tart. Tehát akkor mi nem a legnagyobbak voltunk, de ilyen 30-40 millió palackot töltöttünk le. Ennek kapcsán én tulajdonképpen gépvásárlások kapcsán egész Európát bejártam, majd később, miután a bonászati érdekvédelemben is komoly szerepet vállaltam. Tagja voltam a Magyar Szőlés-Bortermelő Szövetsége megalakításának, a hegyközségi Nemzeti Tanács megalakításában ténykedtem, a Magyar Borakadémiának alapító tagja voltam, és hát a rendkívül széles körű ö, nemzetközi kapcsolatok révén azt az 51 országot, ahol ma szőlőtermesztéssel foglalkoznak és bort készítenek, sikerült mindegyiket meglátogatnom úgyhogy Csillétől kezdve Japánig, és Új-Zélandtól kezdve Kaliforniáig, ahol ma szőlő termelnek és bor készítenek, hála Istennek mindegyiket meg tudtam látogatni, és nagyon sok helyen barátaim is vannak. Nem tudok olyan helyre elmenni a világon, ahol előtte ne, tudnék, ne telefonálnék oda, és azt mondanám, hogy egy hét múlva, vagy két hét múlva megjövök, tudtok -e egy borbemutatót szervezni, akkor az meg van szervezve, az a borbemutató. És hát a rendszerváltás után, amikor ezek a nagyüzemek átváltoztak, akkor én is a saját pincészetemet alapítottam, meg és fiai borászat néven, és a 300 ezer hektoliterból 3000 hektoliter lett, úgyhogy annak az egy százalékát, mint egy 300-400 ezer palackot palackoztunk évente, és hát ott voltunk minden olyan kereskedelmi lázban, meg gasztronómiában, ahol igényes borokat kerestek, és hát tulajdonképpen most 82 évesen elmondhatom, hogy attól a 1955 szeptember 1 kezdve én egész életemben a borral foglalkoztam, és rendkívül sok boldogságot biztosított nekem ez a szakma.